Ugyancsak a korhadó tölgyfákhoz kötődik az orszarvú bogár. Nagyon jellegzetes a külseje, ahogy a képen is látható, egy hatalmas orszarvszerű képződmény van a fején, emögött pedig a hímeknek szinte sisakszerűen megvastagodik az előhátuk, mely egy nagyon jellegzetes külsőt kölcsönöz számukra. Ez a bogár nagyjából 5-6 cm hosszúra nőhet meg, ritkán nagyobb példányok is előfordulnak. Egyébként az orszarvú bogár mérete is attól függ, hogy lárva korában milyen minőségű és mennyi faanyagot tudott elfogyasztani. Miután kifejlődik, már nem táplálkozik, ilyenkor már egyedül csak a szaporodásnak él. Ez az állat ugyancsak éjszaka repül nyáron, amikor a fényforrások Környékén látható is, amint megjelenik, mert vonzák a különféle fények. A rokonságába tartozik az egyik legnagyobb bogárfaja a világon, ez az úgynevezett Herkules bogár, a Dynastes Hercules, mely közép- és dél-amerika trópusi esőerdeinek lakója. A 17 cm-es testhöz is meghaladhatja. Nem semmi igaz. Szerintem nem mondok újdonságot azzal, hogy mik lehetnek a rózsabogarak, mert ha más nem, akkor virágokon, illetve gyümölcsösökben már találkoztatok velük. Ám de a rózsabogaraknak sem csak egyfajuk ismert Magyarországon. Van közöttük négy olyan faj, melyek különféle faodvakban fordulnak elő. Ezek közül a pompás rózsabogár a legnagyobb 3,5 cm-es nagyságot is elérhet, úgy különböztethető meg a nála valamivel kisebb smaragdzöld rózsabogártól, hogy a szányfedőin nem láthatók pontozások a varrat mentén. A rokon smaragdzöld rózsabogárnak viszont vannak ilyen miniatűr kis pici pontok a szányfedő varrata mentén, amit piros körrel jelöltem is. Mind a két fajnak a hasi oldala egyébként smaragdzöld színű, úgyhogy a fent különbség az egyik, ami alapján el lehet különíteni őket. Mellettük még ismert a márványos és a rezes virágbogár is. A márványos virágbogár ilyen feketés bronzos árnyalatú állat, fehér rajzolattal a szárnyfedőin és az előhátán. A nála ritkább rezes virágbogártól úgy lehet megkülönböztetni, hogy a hasi oldala inkább zöld színű, míg a valamivel kisebb rezes virágbogáré, inkább ilyen rezes bronzos árnyalatú, és mindegyik faudvakban fejlődik lárvaként. Emellett van egy igazi ritkaság is Magyarországon, annyira ritka, hogy manapság már óriási élményszámba megy a megtalálása. Ez az úgynevezett remete bogár. Kizárólag nagy faodvakban fordul elő, melyeknek alját kitölti a fának a korhadékanyaga. Ez a bogár nagyon hasonlít szerintem a rózsabogarakhoz, azoknál azonban valamivel nagyobb és kevésbé fényes. Állítólag sárga barack illata van, ám maximum esténként, késő délutánonként repked a fa koronája környékén, így tényleg nem egyszerű a megtalálása. Egyébként fokozottan védett rovarfajról van szó. A díszbogarakról talán kevésbé hallottatok, vagy még egyáltalán, pedig nagyon sok színpompás fajuk van Magyarországon is, de valószínűleg azért nem találkozhattatok velük, mert általában Kis termetű bogarakról van szó, ilyen 1-2 cm-esek, vannak nagyobbak is köztük, például a fenyves díszbogár, mely nem a legdíszesebb fajok közé tartozik, ám a legnagyobbnak számít, legalábbis Magyarországon a 3 cm-nél is hosszabb méretével. Erre a bogárra az jellemző, hogy elhalt erdei vagy fekete fenyőben fejlődik lárvaként, akár több évig is, és általában tavasszal bújik elő, ilyenkor nem fogyasztanak már semmilyen táplálékot, szinte csak a szaporodásnak és a peterakásnak élnek. Ennek egy távolabbi rokona a nála jóval kisebb termetű cseresznyevirág díszbogár, mely nevéhez hűen elsősorban cseresznyefában fejlődik, de kökényben és sárga barack is kifejlődhet. Mindössze egy másfél centiméter hosszú kis jószág, ám szerintem az egyik legdészesebb a rokonságában Magyarországon. Elég csak ránézni a kép alapján is, és már is, mintha egy festő ihlette volna meg ezt a bogarat. Fafogyasztó fajok közül a cincérek tartoznak a legnépszerűbbek közé és a legismertebbek közé, mert nagyon sok rendkívül feltűnő fajuk létezik, nagyon változatos méretű bogarak, vannak köztük pár centiméteresek is, de akár a 6 cm-t verő testnagyságúak is. Én most itt beszélnék a nagyhős cincérről, amely Magyarországon az egyik legnagyobb fajnak számít, és leginkább öreg fákhoz kötődik. Ezt a bogarat nyáron, nyár közepén lehet a legkönnyebben megtalálni, hogyha kimegyünk az erdő szélére, alkonyattáján, ilyenkor kezd ugyanis repülni. A szarvasbogárral együtt nagyon kedveli a kicsorgó fanedvet, Ilyen helyeken akár napközben is meg lehet találni árnyékosabb helyeken. Ez a cincér egyébként gyakran <laughs> idézőjelben hadakozik a szarvasbogarakkal a törzseken, amelyet az általam készített felvételen is meg lehet figyelni. A havasi cincér Magyarország szerintem egyik legszebb rajzolatú bogárfaja. Ővele leginkább bükkösökben találkozhatunk. A neve nagyon megtévesztő mert bükkösökben sokkal alacsonyabban is előfordul, mint amennyire gondolnánk a neve alapján. Én egyébként megjegyzem, hogy itt is megtaláltam Veszprém mellett, ráadásul olyan helyen, ahol bükk nem is él a környéken, mert tápnövénye lehet körisfa, hársfa és gyertyán is. Mellettük él egy kimondottan tüzes jószág, kinézete alapján a melegkedvelő tölgyesekben, ő a vércincér, a vércincérre jellemző, hogy ő egy kisebb termetű cincérfaj, és nem nagyon lehet vele találkozni sétáink során, ugyanis a fáknak a lombkoronájában röpköd, és virágokat nem nagyon látogat. Ő is inkább a kifolyó fanedveket szereti nyalogatni. Egyébként ő is különféle tölgyfáknak a törzsében és vastagabb ágaiban fejlődik lárvaként.